Főtisztelendő Böjte Csaba atya, tisztelt államtitkár úr, kedves vendégeink, nagyra becsült kollégáim, hölgyeim és uraim! Thomas Bach, a Nemzetközi Olimpiai Bizottság elnöke a múlt évben Vatikánban rendezett Sport mindenkinek című konferencián azt hangsúlyozta, hogy a sport globálisan közös nyelve óriási segítséget nyújt abban, hogy a világot mindannyiunk számára jobbá tegyük. Egy domonkos rendi barátjától származó hármas olimpiai jelszót választott. Gyorsabban, magasabbra, erősebben, melyhez korunkban negyedikként hangsúlyosabb, és kihagyhatatlanul a közösen szót is hozzá kell tenni, mondta. Hiszen mai világunkban csak együtt lehet eredményesen építeni az emberek közötti kapcsolatot a sport által is. Ezen jelszavak jegyében szeretettel köszöntök mindenkit az Eszterházy Károly Katolikus Egyetemen. Öröm számomra, hogy megtiszteltek bennünket a részvételükkel. Bízom abban, hogy mindannyiunk számára építő hatással lesz a konferencia, és a jelenlevők számukra értékes kapcsolatokat tudnak kialakítani a mai konferencián a további szakmai fejlődésük érdekében. Büszkeséggel osztom meg a tisztelt jelenlévőkkel, hogy egyetemünk mindkét kampuszán, Egerben is, Jászberényben is pezsgő verseny és szabadidősport élet zajlik. Az egyetem polgárai szép számmal vesznek részt a különböző házi bajnokságokon, rekreációs tevékenységekben és egyéb mozgásos kihívásokban. Külön öröm számomra, hogy az érdeklődés a részvétel egyöntetően jellemző a hallgatóinkra és a dolgozóinkra is. Folyamatosan fejlődő infrastruktúrális feltételek és eszközellátottság mellett kiemelkedő szakembergárda biztosítja a magas színvonalú képzést és különböző sportos szolgáltatásokat. Egy hete például futás népszerűsítő konferenciát szerveztünk a különböző tudományterületek kapcsolódási pontjainak a kiemelésével. Pár napja a szikrázó napsütésben már hagyományá vált egyetemi túranapon vettek részt az érdeklődők. Főbb eseményeink között említhetjük az egyetemi egészségnapot, ami az utóbbi időben már egészséghónappá kerekedett, ahol különböző sportos tevékenységek mellett ételkóstoló, fittségi és egészségügyi mérések, véradás és kerekasztal beszélgetés is helyet kaptak a programban. Ezúton is köszönöm a kollégáim professzionális és fáradhatatlan munkáját. Az áprilisi programjaink közé jól illeszkedik az Aktív Magyarország Államtitkárságával közösen szervezett mai konferencia. Ma azzal a céllal vagyunk itt, hogy az iskolás korúak egészség magatartásának jobbításáról, fejlesztéséről egyeztessünk. Ebben kiemelt szerepet kap a szabadidős, szervezett és rendszeres fizikai aktivitás. Köztudott, hogy fiatalkorban érdemes elkezdeni a fizikailag aktív életmód kialakítását, melyhez az iskolarendszer kiváló alapot tud szolgáltatni. Megosztom a tisztelt jelenlévőkkel azt, hogy az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem az elmúlt években egy egész iskolarendszerre irányuló fejlesztést hajtott végre, egy módszertani fejlesztés, amely a komplex alapprogram nevet viseli, amelyet több mint 500 iskolában, több mint 10 000 pedagógus kiképezve, és több mint 220 000 kisdiákot érintve eredményez élmény alapú tanítást, tanulást szerte az országban. A komplex alapprogram egyik alprogramja a testmozgás alapú alprogram, amely a délutáni tevékenység során mozgásos élményfoglalkozásokat valósít meg, valamint az úgynevezett komplex órák keretében a délelőtti közismereti órákra is hatással van.
kollégáim kidolgozták, és javaslatot adnak arra, hogy hogyan jelenik meg például az egyes közismereti tantárgyakban a testmozgás. Legyen az akár történelem, irodalom, vagy földrajzóra. A mai program kiváló jó gyakorlatokat, gyakorlati és módszertani útmutatást kínál minden érdeklődő számára. Ezért bízunk abban, hogy minden résztvevő olyan tapasztalatokat szerez majd, mely motiváló erejű és egyúttal könnyen beilleszthető az adott intézmény lehetőségei közé. Még egy kicsit hagy osszak meg információkat az Eszterházy Károly Katolikus Egyetemről, hiszen most itt vagyunk, engem pedig, mint rektor büszkeséggel tölt el, hogy egyetemünkön a sporttal kapcsolatos tevékenységek és szolgáltatások 4 szervezet keretein belül összpontosulnak. A Sporttudományi Intézetünk legfőbb feladata a természettudományi karon belül a sportszakemberek képzése, továbbképzése és a sporttudománnyal kapcsolatos kutatások teljes körű megvalósítása. Emellett nem sportszakos hallgatóink számára biztosítják a sportszabadidő programokat, a testnevelést, a hallgatói és dolgozói verseny és szabadidő sport életet. A sportszakos képzések keretein belül 1000 főt meghaladó hallgató tanul, képezi magát a különböző szakterületeken. Az edző alapszak, a rekreáció és életmód, valamint a sportszervező BSC képzésben, valamint osztatlan testnevelő tanár és rövid ciklusú tanárképzéseken zajlik az oktatás. A másik egységünk az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem diák és szabadidő sportklubja. Több szakosztályban és több területen segíti a működési területét biztosító Eszterházy Károly Katolikus Egyetem hallgatóinak, dolgozóinak a sporttevékenységét. Harmadik pillérünk az egészségfejlesztési és sporttudományi tudásközpontunk, melynek fő feladatai közé tartoznak az emberi egészség megőrzését, helyreállítását és fejlesztését szolgáló régiós kutatások, továbbá sportsérülések megelőzéséhez, kezeléséhez, rehabilitációjához kapcsolódó módszerek kidolgozása. És nem lenne teljes körű a szervezeteknek a méltatása, ha nem említeném meg a családbarát irodánkat, mely a szabadidős tevékenységek szervezésével járul hozzá az egyetem egészségtudatos és sportos szokásrendszerének a megerősítéséhez. Büszkén mondhatom, hogy kitartó munkánk eredményeként az elmúlt években egyetemünk 2 alkalommal is elnyerte a Magyar Egyetemi és Főiskolai Sportszövetség díját, a legsportosabb egyetem címet. Az egyetemek főiskolás egyetemi bajnokságaink rangsorában, tehát az egyetemek, a főiskolák egyetemi bajnokságainak a rangsorában az összes felsőoktatási intézmény közül 2 is már a 3. helyen végeztünk. Én úgy vélem, hogy erre is büszkék lehetünk. Mindezek ismeretében külön öröm számomra, hogy házigazdái lehetünk ennek a kiváló kezdeményezésnek. Mi itt az Eszterházy Károly Katolikus Egyetemen tudjuk, hogy a sport nem vallás, ahogy azt Thomas Bach, a Nobel-elnöke is kifejtette, a bevezetőm elején jelzett konferencián, hiszen nem ad választ az élet végső kérdéseire, de orvosság lehet a világ sok bajára, és elősegítheti a személy, testi és lelki fejlődését. Most, hogy Ferenc pápa magyarországi látogatása előtt 1 nappal vagyunk, még inkább aktuális az általa a Vatikánban mondott üzenet, melyben a pápa a csapatszellemre, a sport béketeremtő erejére és játékos lelkületére hívta fel a figyelmet. A Szent Atya arra biztatta a sportolókat, hogy tegyék a sportot mindenki otthonává, nyitottá és barátságossá, és őrizzék meg annak családias hangulatát. Ebben a küldetésükben a pápa az egyház nevében ugye közel áll a sportolókhoz, és erre adja apostoli áldását. Bízom abban, hogy a mai konferencia eredményei
a közvetve is, de hozzájárulnak mindezek erősítéséhez. Eredményes tanácskozást kívánok mindannyiuknak.